Na sziasztok, itt vagyunk egy újabb árkos videóval, és hát az előző részben voltak rá hát kisebb butaló jelek, hogy mit fogunk csinálni, de hát megmondom, hogy mit fogunk csinálni. Ebben a részben színeket fogunk csinálni, és színeket fogunk, hát úgymond kifőzni. Ki fogunk főzni egy-két szint, hát vagy egy-két szint, ami, ami jó színnek számít, majd arról is egy kicsit bővebben mesélek. Ö, hát a színeket, amit érdemes róluk tudni, ö, annyi, hogy én dododex nézem, mert ahogy néztem interneten, ott nem annyira jött ki jól, mármint nem töltött be egy-két dolog, hogy mi kell pontosan hozzá, például ilyen szén, vagy, vagy párpóder, vagy egyebek, úgyhogy inkább dododex nézétek meg, ott vannak a hát a receptek között, és körülbelül, hát én mindjárt megszámolom nektek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25 darab színünk van a játékba, vannak, amik nagyon jól néznek ki, vannak, akik, vannak amik színek, de annyira nem látszódnak, annyira jól, mint mondjuk más színek, nagyon sokféle rózsaszínes fajta van, pirosas, narancsárgás, barnás, amiből sokféle van, és kékből is van egy-kettő, úgyhogy azért is szedtem ugye a bogyókat, meg ezeket a vizes kulacsokat, hogy tudjunk csinálni, mert mondom, hogy biből kell, ugye lehet ebbe is ugye ez a ki kis cooking potba csinálni, meg lehet a nagyba, de a nagy az egyelőre drága, bár mondom, az előző videóban is mondtam, hogy mindent ki lehet farmolni. de most nekünk így ízire felesleges annyi szín csinálni, majd, majd lesz rá sor, hogy nagyon sokat fogunk csinálni, úgyhogy nézzük, hát csináljunk először, hát milyen színt csináljunk, csináljunk egy, egy fekete színt, a fekete színnek mondom is a receptjét, kell, kell hozzá egy vizes kulacs, Ö, kell hozzá 15 darab narkoberry, és két darab, ö, hát szén kell hozzá szén, ugye? Azt hiszem pontosan. Szén, és igazából csak meggyújtjuk, és 10 másodperc kell, hogy elkészüljön, és 5 darab fekete szint fog nekünk adni. Ö, igen, 5 darab, és itt van fekete. Jó akkor ezeket kiveszem. Hát, az mindegy, ez az... jó, kiveszem. Csináljunk akkor pirosat, mert a piros az, az piros. A piroshoz kell, ugye, egy darab ilyen, a piroshoz kell tintoberi, és kell hozzá ugyanúgy két darab. Ö, hát, egy már készíti is a piros szint. Akkor, hát, amit én ajánlanék, Ö, van piros színünk, ami én ö, csinálnék szint, bár itt nézegetem közbe, hogy mi kellene hozzá, de jó, betöltötte, én magentát akarok csinálni, a magentához ö, kell nekünk, ezt lekapcsolom, ö, kell kék bogyó, piros bogyó, ö, egy vizes és kell nekünk ö, Spark powder. Hát akkor ezt így kiveszem, ezt meg, hát akkor ezt közben itt legyártom. Ö, bele is rakom, abból talán egy darab kell hozzá? Ja, hát itt, itt egy darabot ír, szóval egy darab kell hozzá, belerakok egy ötöt. És akkor csináljuk a magentát. Aztán szeretnék egy, mondjuk egy, hát egy ciánt, vagy egy zöldet, vagy egy kéket mondjuk csinálni. Hoppá, itt kicsit többet csináltam. Csináljunk egy, egy ciánt. A ciánhoz kell kékbogyó, sárga bogyó, és spárpóder, amit pont kivettem. És hogy ez készül is, a cián a után csináljunk egy kéket, egy kék szint. Itt mindjárt meg is van nekünk. A kék az nagyon egyszerű. A kékhez hát egyértelműen kékbogyó kell, ö, ilyen, meg hát egy vizes kulacs. Ezt meg gyors kiveszem, hát ha más csinál belőle, de nem hiszem. És akkor kék színünk is van. Ö, kék a kék után csináljunk egy, egy pinket. Szerintem a pinkhez kell fehér bogyó, kell piros bogyó, hát egyértelműen ez logikusnak tűnik egyelőre, kell egy vizes, és kell hozzá, hát nem fogjátok kitalálni, de pont, hogy gunpowder kell hozzá, még jó, hogy kraftoltam egy kicsit, de csak egy darab kell hozzá ebből is. Hozzárakjuk és akkor készül is a pink szín. A pink után én akarok egy zöldet, mert zöldből kettő fajta van, van a sima ilyen zöld, ami hát itt a Dododex szerint egy kicsit olyan nagyon, de nagyon világos, ilyen kirívó zöld, meg van a forest. A forest az ilyen ilyen katonai zöld, vagy hát ilyen sötét zöld, ilyen erdő féle. Egyelőre csináljunk egy csima zöldet. Hát a zöld is hát nem fogjátok kitalálni, hogy miből készül, kékből és, vagy sárgából és kékből fog nekünk készülni. Ehhez is. Ö, kéne egy rüzes kulacs. és hát kéne egy. Ö, kéne egy. Ö, egy szén, ami remélem, hogy itt van. Itt van 41. Ez az. Hál' Isten itt volt 41. Gyorsan itt bedobjuk, és akkor igazából ebből van meg nekünk a zöld. Ezeket itt kiveszem, hogy ne zavarjanak, hogy itt látsuk, hogy milyen a receptje. Velünk ez sima zöld lett. Mit rontottam el? Öh, hát nem tudom, mit el. 9 darab kell hozzá, hát ebből is bőven megvan, meg ebből is. úgy akkor csináljunk még egyet, akkor nézzük meg a sorrendet. Most hát kéne zöldet csinálni, szóval ez az zöldnek a receptje. No. Valamiért kéket csinál, na mindegy. Mindegy, valamiért kéket csinál, ez bebugolt, akkor zöld színünk nem lesz. Akkor csináljunk, hát a sárga az annyira nem jó szín, szerintem. Akkor nézzük meg a navikéket, ha már, vagy hát... Hát a navikék is egy jó szín, bár... Hmm. Miért csináljunk? Csináljunk egy fehér szint. A fehér az, az fehér bogyó. Ebből kell, és kell egy vizes kulacs. Ez a fehérnek a receptje, akkor csináljunk egy fehéret, csináljunk annyi szint, amennyit tudunk, bár hát a zöldet azt nem tudjuk, de ez lett a fehér. Ha már fehér, akkor csináljunk egy ezüstöt, vagy hát egy, egy szürkét, egy világos szürke, egy szilver, az fekete bogyó, fehér bogyó, gámpóder, és meglepő módon, egy ö, vizes kulacs, aztán a szilver után csináljunk egy, egy sötét szürkét, vagy egy közép szürkét, inkább egy, egy, egy szürke szint. Itt meg is van, merünk ez is vizé Ez is valamiért fekete lett, na mindegy, akkor csináljunk egy közép szürkét, ahhoz pedig ö, Spark Powder kell nekünk. Vagy lehet, hogy elrontottam a szilvert? Mert volt benne ilyen izé. Nem tudom. Akkor csinálunk újra egy szilvert, megpróbálom. Na, most reméljük, hogy meg lesz. Lehet a Gunpo, vagy mint a... Lehet ez volt a baja. Igen. Most egy silver, és akkor berakjuk a gunpowder és pont nem fog kijönni. Szóval el kell menni egy kicsit fekete bogyeszezni. Jó, ez már szerintem bőven elég lesz. ...magamhoz veszem azért, hát azért az összeset magamhoz veszem. És fekete bogyót akkor... ...berakjuk ide. Nézzük, fekete bogyó, fehér bogyó, Gánpó vagyis... Ö, ...sparks powder, és vizes kulacs. És már készül is elvileg... ...a szürke színünk. Két másodperc. Igen, és itt is van. Ez is megvan. Gyors, kiveszem akkor ezeket. És akkor, hát mi milyen szint csináljunk? Ö, legyen egy narancsárga. Egy narancsárgát én nagyon szeretnék csinálni. Az sárga kell, piros kell, hát ez is logikus kell hozzá ilyen, és egy vizes kulacs fog kelleni nekünk, és már csinálja is nekünk a narancsárga szint. Narancsárgában még van egy ilyen világosabb árnyalat, ú, ez a cantalopú dáj, kisebb írom mondani, hát ez ilyen, hát a narancsárgánál egy kicsit világosabb szín, és pirosat kaptunk. Valamiért? Miért kaptunk pirosat? Mindegy pirosat kaptunk, ez... Ez ilyen. Csináljunk akkor egy sky -t. Egy sky, ami ilyen... Remélem, hogy az se kéket fog kapni. A a skyhoz kell nekünk kék, fehér és Gun Remélem, hogy ez nem kék, sima kék lesz, vagy bármi ilyesmi. Jó, akkor ezt is megkaptuk, és akkor csináljunk még egy, egy lilát. A lila az kék, piros, ez is logikus, kell hozzá ilyen, és egy vizes, remélem, hogy ez, ez meg lesz. Mondjuk lehetne a lila, vagy bármelyik másik, lehetne lila bogyóból is. És akkor lehet nem keverni össze, mert most is összekevertek kéket csinált belőle. Akkor nézzük meg egy másikat, a Royality, az is egy ilyen lilásabb. Cókmók, az kék, piros, lehet, hogy így átrakom, és akkor lehet az a baja. Fekete, kék, piros, és kell hozzá gunpowder, meg ilyen bótörös dolog. Na nézzük, és szerintem ennyi szín elég is nekünk, mármint ami így jól néz ki. Nem, ez is kék lett. Pedig átcseréltem a bogyókat, egy sárgát, Sárgát még csináljunk. Sárgát az bizt, mindenféleképpen tudunk majd csinálni. Sárgához, hát mi kell hozzá? Hát sárga bagyó. Ja, pont ez kell, és kell hozzá egy ilyen. És már készíti is nekünk a sárga szint. És itt is van nekünk a sárga. Ö, még egyet megpróbál, megpróbáljuk a barna szint megcsinálni. A barnához elég sok minden kell. Kell sárga, kék, piros. Kell nekünk, hát ami benne van, és hát még vizes kulacs. Reméljük, hogy barna szín fog kivenni belőle, nem pedig sárga, vagy kék, vagy piros, vagy mit tudom én. Megnézzük. Hát kék lett belőle, szóval bassza meg magát. Igazából ezt tudom rá mondani. Akkor igazából én itt össze is pakoltam, és akkor megnézzük, hogy milyen színeket tudtunk most ebben a videóban csinálni. Hát csinálhatunk volna sokkal többet, itt csak nem engedte nekünk a játék. Csináltunk 6, meg 4, 10 darab szint csináltunk. Csináltunk feketét, pirosat, magentát, azaz hát ilyen rózsaszínnek egy kicsit erős teljesen változatát, ciánt, simakéket, fehér szint, szilvert, azaz ezüstöt, vagy szürkét, és csináltunk sötét szürke szint, csináltunk skyt, és csináltunk sárga szint, ami hát egy kicsit ilyen, hát a sárga az változó, van amikor arany, van amikor egy kicsit ilyen más sárga, de szerintem ez pont ez a rossz sárga, vagy nem igazán az a fényes sárga, nem ilyen, inkább ilyen sötétebb sárga színű, és igazából ez a videó az ennyi lett volna, a következő videóba, hát úgy is látni fogjátok, szóval elmondom, hogy ugye van potendásztunk, és potendásztal színezni fogjuk az állatainkat, vagyis megnézzük, hogy hogy néz ki egy színezett állat, Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, és iratkozzatok fel a csatornára. Persze, ha tetszenek a videóim. És találkozunk a következő árkos videónkba. Addig is, sziasztok!